Magyar Kanizsán a múlt évben is pályázatot írtak ki a gyermektelen párok számára. Akkor 75 ezer dinárral járult volna hozzá az önkormányzat a mesterséges megtermékenyítés költségéhez, ami most 160-240 ezer dinárba kerül. Ekkor azonban egy pár sem tudta kifizetni az önrészt. Idén a beavatkozás teljes költségét fedezi az önkormányzat. Azok indulnak legnagyobb eséllyel, akik már előző időszakban részt vettek két próbálkozáson, amelyet az állami betegbiztosító támogatott. Tehát ez az előfeltétele, hogy valaki pályázon, illetve a pároknál, ahol a nő tag a pároknak közelebb áll a 41 életkorhoz. Ez idáig egy pár nyújtotta be a szükséges dokumentumokat, de többen érdeklődtek. Hogyha úgy látjuk, hogy a több is igény mutatkozik, akkor növeljük ezt az összeget, akár a költségvetés őszi módosításával. A szakemberek szerint a mesterséges megtermékenyítés sikere 35 év felett 30-38 éves korban pedig 60%-kal csökken. Szerbia több városában, például Újvidéken, Belgrádban, Vájevóban és Leszkovácon már működik mesterséges megtermékenyítési központ. A szerbiai párok 15%-a próbálkozik Lombik Baby programmal.